Az utolsó óriás. Ez a címe Mihálka György festőművész legújabb alkotásának, amely a Badacsony trilógia névre keresztelt festményegyüttes utolsó darabja is egyben. A grandiózus alkotásoknak egy rendhagyó környezet, Nyíregyháza egyik legnagyobb bevásárlóközpontja ad állandó otthont. A művész és az üzletház elképzelései 3 évvel ezelőtt találkoztak. Badacsonyban találkoztam egy mondával, egy badacsonyi legendával, hogy itt éltek óriások, és akkor ez annyira felpezsdített, vagy nem is tudom, hogy más népek mondakörébe is rengeteget olvastam óriásokról, hogy ez így, hogy itt Magyarországon is, és hogy ott pont az Észak-Balatoni részen éltek ezek az óriások, meg is volt nevezve kettő belőlük, a két utolsó óriás, az egyik volt Haláp, ő egy óriás lány volt, és az utolsó óriást pedig Balatonnak hívták, és róla kaptam majd később a nevét a nagy vízünk. És akkor ugye ez annyira izgalmas volt, hogy én ezt elkezdtem így, megfestettem akvarelbe, stb. És ez nagyon tetszett itt az üzletház vezetőinek, úgyhogy ebből indult el ez a trilógia. A Badacsony trilógia az egyik leglátványosabb példája annak, hogy az üzletház vezetése elkötelezett a helyi művésztársadalom támogatásában. Bevásárlóközpontunk Nyíregyháza szívében található. Naponta több ezeren fordulnak meg nálunk, az ide látogatók számára pedig szerettük volna nyitva adni a művészet ajtaját. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációnak értéket mutassunk, kulturális erényeinket pedig régiós szinten kiemelten kezeljük és támogassuk. Ezzel is erősítve a jelenkor és a jövő művészeit. Az olajfestmények érdekessége, hogy az alkotó az alumínium lemezekre festett részletekből mozaikszerűen és tűpontossággal illesztette egybe azokat. Így egyenként 8 méter széles és 3 méter magas festményeket láthatnak az érdeklődők.